összegezzük a Budafoki Kosárlabda Klub 2023-as évét. Szeretettel köszöntöm a műsorban Ferenc Gábort és Károly Mátét. Köszönöm, hogy eljöttetek ismét. Köszönöm, Köszönöm. szépen, hogy itt Ugye a szezon felét, felében tartunk, ugye januárban. Egy picit azért tekintsünk vissza 23-ra, ne csak a szezon kezdetre, hanem hogy mik történtek ugye egy csodaszép feljutás, vagy akár az utánpótlásban, tehát összességében, hogy hogyha 23-at nézzük, akkor, akkor milyen éve volt a klubnak? Ha az előző szezon zárását, ugye ami a 23-nak az első fél évét jelenti, akkor, ahogy aztán már korábban is mondtuk, az egyik legsikeresebb évünk volt nagyon sok szempontból, utánpótlás és felnőtt szinten is. Az utánpótlásba szinte mindegyik korosztályos csapatunk, amely kiutatott az országos főtáblára ott szerepelt, és nagyon szépen helytált, és az összes többi utánpótlás helyezésünk is, illetve előre lépésünk, az nagyon derülátó volt. A felnőtt csapatunk pedig, ahogy, ahogy említésre került, osztályozón kivívta a feljutást, ezüstérmet szerzett, MB2-es csapataink is jó pozícióba végeztek, ráadásul kaptunk egy kerületi díjat, úgyhogy tényleg nagy volt az öröm júniusban, és készültünk a 2023 második fél évére, az új szezonra, ahol tudtuk, hogy nehezebb lesz, sokkal nehezebb lesz, és az az igazság, hogy ez be is következett. Úgyhogy, ha őszinték vagyunk, akkor eredmény szempontjából ez egy csendesebb év, csendesebb bajnoki szezon. Ez nem azt jelenti, hogy nem dolgozunk, hogy nincsenek előrelépéseink, csak ez most nem feltétlenül ilyen látványos eredmény szinten jelenik meg, hanem a szép, csendes, mindennapos munkában. Amikor szeptemberben ugye a szezon kezdete előtt itt voltatok, akkor Mélységet, magasságok, azt mondtátok, több lesz valószínű itt ezekben a hónapokban a mélység, hát ez úgy tűnik, hogy be is igazolódott, de mégis most mi a helyzet a csapatban, az öltözőben, az edzéseken, milyen a hangulat? Uh, Ahogyan említésre került, eléggé hullámzó. A jelen pillanatban a bajnokság hátsó régiójához tartozunk, uh, ugye egy profi ligába szerepelünk amatőrként, jóval kevesebbet edzünk, mint az ellenfeleink, játékosaink munka mellett gyakorlatilag hobbiként kosárlabdáznak, így nagyon nehéz felvenni a versenyt a profi csapatokkal. Sajnos rengeteg sérülés, betegség is hátráltatta a csapatunk szereplését, és bal szerencse is nagyon sok mérkőzést Szoros csatába vesztettünk el. Amikor voltatok itt, ugye néhány hónappal ezelőtt, akkor megfogalmazódtak olyan gondolatok, hogy mi lesz a realitás. És nyilván az ember az agyában, a fejében elfogadja, vagy úgy készül, hogy ez lesz a realitás, de amikor mondjuk megtörténik egy-két egy ponttal mondjuk elveszíteni egy mérkőzést, azt azért nehezebb, gondolom én, feldolgozni. De hogy mi a helyzet, vagy hogyan lehet a Hát egy picit tisztítani a fejeket. Igen, ez, szerintem ez a szezonnak az egyik legfontosabb pontja, hogy hogyan tudunk a vereségekből tanulni, a vereségekből úgy kijönni, hogy csapatként kijönni, motivációt meríteni a folytatásra, és és ezekből a szorosan elvesztett mérkőzésekből a győzelmeket hozni. Tehát ez lesz a bajnokság második felének a célja, hogy hogy ezek a szoros vereségek győzelmek legyenek. Említette az előbb, hogy ti sokkal kevesebb edzésszámban dolgoztok, ugye egy profiligában, amatőrként. Hogyan néz ki a, a hétköznapotok, tehát egy-egy hét, mennyiben más, mondjuk, hogyha nagy, nagyobb csapatokat nézzük, tehát ők mennyit edzetek, edzenek, és ti? Hát ellenfelénk gyakorlatilag ö, nagy része az minden nap edz, délelőtt is, délután is. Így készülnek a hétvégi mérkőzésre, mi meg egy héten háromszor edzünk délután. Amiből az egyik, ha hazai mérkőzésünk van, akkor az már mérkőzés. Úgyhogy ezzel a edzi számmal kell felvennünk a versenyt De ellenfelénkkel. Igyekszünk. Van már három győzelmünk, nem vagyunk az utolsók, sőt, látótávolságon belül vannak az előttünk álló csapatok is, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok a, a bajnokság második felére nézve. Én azt gondolom, hogy vagyunk olyan csapat, és tudunk olyan egységet hozni, ami amiben fog minket tartani ebben a bajnokságban. Pont ezt szerettem volna egyébként kérdezni, hogy mik a célok, mik a tervek, hogyan készíted a csapatot a következő mérkőzésekre, a következő hónapokra? Minden mérkőzést szeretnék megnyerni, tehát olyan emberek vagyunk, akik uh, itt ezt a közösséget, csapatot alkotjuk, hogy mindig nyerni szeretnénk, uh, még ha ez nem tűnik teljesen reálisnak is, akkor is. Minden héten megpróbálunk az aktuális ellenfelünkből maximálisan felkészülni, és uh, küzdünk a mérkőzés végéig. Um, ez fog történni a bajnokságban, és ez lesz, hogy minden héten uh, dolgozunk, dolgozunk, és uh, meg kell lenni az eredménynek. Nagyon uh, közel van egymáshoz az utolsó helyezett és a bajnokság hetedik helyezettje, tehát pár győzelem, vereség fogja eldönteni azt, hogy, hogy hova tudjuk pozícionálni magunkat. Úgyhogy izgalmas lesz, dolgozunk azon, hogy, hogy a bajnokság végén azt mondhassuk, hogy, hogy mindent megtettünk azért, és, és ha kis szerencsénk is van, akkor bent tudunk maradni a piros csoportban. Mi a helyzet most az utánpótlás csapataival itt a szezon felénél? Tulajdonképpen az utánpótlás szempontjából az alapstratégiánk változatlan, a csapatszámaink nem nagyon változtak az előző évhez képest, ugyanúgy versenyeztetjük őket mindegyik korosztályban. Eredmény szinten itt is egy picit szolidabb, egyik korosztályunk jutott a egyik országos bajnokságnak a a főtáblájának az alsóházába, a többieknek most nem sikerült, viszont a regionális bajnokságokban nagyon szépen teljesítenek. u 20 és a fiatal mb csapatunk, akik szinte az utánpótlásos sorolunk, ők felnőtt szinten játszanak, és ott egy nagyjából 50%-os mérleggel állnak helyt. A hobbi csapataink is működnek felnőtt szinteken, a kicsiknél pedig egészen a, a kosárpalántások és a mini és gyerekkosarasok tulajdonképpen ugyan a létszáma, mint az előző évben versenyeznek, ugyanolyan szerteágazóan, nagyjából elfogadható, de idén nem kiugró eredményekkel. Egyébként pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy jönnek-e most a kicsik, vagy, ne, vagy ugye annyi sporták közül lehet már választani manapság az iskolákban, hogy mennyire szeretik mondjuk a kosárlabdát, mi a tapasztalat, jönnek ugyanúgy, mint az elmúlt években? Igen, az elmúlt években volt egy előteljes felfutásunk, ez most tulajdonképpen stagnál, de ez azt jelenti, hogy az a megemelkedett szám, amit fogadtunk, azt nagyjából most is tudjuk tartani. Ebben is van egy természetes hullámzás, akár egy éven belül, hiszen iskolakezdésnél sokan elkezdik, aztán esetleg a tanév folyamán ilyen vagy miatt abba hagyják a kisebbek, vagy éppen sportágat váltanak és hozzánk jönnek évközben. Úgyhogy ebben van egy természetes hullámzás. Mi ebben most az elmúlt évek szintjét ezt hozzuk, ebben nem történt visszaesés, nyilván itt is keressük azt, hogy hogyan tudunk ebből megint egy picit, mert minél, vagy följebb húzni, mert minél többen vannak, annál több esély van, hogy nálunk is egy korosztályban több olyan gyerkőc talál be, akikből eredményesebben lehet egy csapatot építeni. És azt az elvet is visszük tovább, hogy, hogy, ha tudunk, akkor egy korosztályban indítunk második számú csapatot is, hogy azok, akik vagy kevesebb edzést tudnak vállalni, vagy kevésbé helyezik a hangsúlyt a sportra a tanulás mellett, azoknak is legyen azért olyan kosárlabdadási lehetőségük és élményük, ami azért egy kicsit a versenyrendszeren belül marad, de mégsem a kiemelt státuszt élvezi. Tehát akkor lehet még csatlakozni évközben is. Bármikor, bárkinek. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. További jó munkát kívánok nektek. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen.